Üdvözöllek benneteket ezen a felvételen. Egy aktuális jóslás gyertya mágiával. Érezzétek már most is ennek a gyertyának az erejét, hiszen lobog ez a tűz. Én a gyertyát már beolajoztam, tehát fel van készítve erre a szertartásra. És ezúttal az ezüst színű gyertyával dolgozunk, ami a hold energiájára utal. A hold jelenti az anyukádat, vagy az anyai érzelmeket. A hold jelentheti egy kisbabának a születését is. Amit a hold még szimbolizál, ezek az álmok, a vágyak, az elképzelések. Ez a gyertyamágia segít abban, hogy ez a terv megvalósuljon. Vagy segít abban, hogy ez a férfi álmodjon, vagy álmodozzon rólad. A képek utalnak a témákra is. Mi történik? Itt látható egy találkozás, itt barátokról, ismerősökről van szó. Lehet, hogy ő is ott van, vagy itt, ennél a találkozásnál fogsz valakit megismerni. Itt ez a virágcsokor jelent egy kellemes meglepetés, vagy egy meghívást. A virágcsokor jelenti a te külsődet, szépségedet, nőiességedet, és ezt észreveszik ebben a csoportban. Itt a kasza jelenthet olyan dolgokat, amilyen hirtelen jön, amikor nem is számítottál erre. Lehet, hogy lesz ez a meghívás, és erről eddig nem tudtál. A kasza az el tud bizonyos dolgokat távolítani. Az is lehet, hogy ő vállófélben van. Itt találkoztok ezen a rendezvényen, és ezúttal ő egyedül jelenik meg a barátaival, a volt felesége nélkül. Itt is látható egy találkozás, ez a férfi mesél valamit. Ez lehet egy színdarab is, ahol te magadra ismersz. Az is lehet, hogy valaki közöl veled valamit, és itt nem egyedül vagytok, hanem látható ez a csoport olyan hasonlóan, mint itt ez a baráti kör, és itt lesznek fontos beszélgetések, amire a madarak is utalnak, hiszen szimbolizálják a kommunikációt, és a gyűrű jelenti ezeket a kapcsolatokat, vagy egy új kapcsolatot. A gyűrű jelentheti azt is, hogy valami vagy valaki visszatér a múltból, olyan hirtelen jelenik meg, amikor nem számítasz rá, és itt ez a park jelenti a nyilvánosságot, hogy a nyilvánosságon fogtok találkozni. És most bepillantunk a mélybe. Mit jelenthet konkrétan ez a kasza? Itt megjelenik a lelki társad. Lehet, hogy ő lezárt valamit, vagy vállófélben van. Amit a kasza jelent, hogy olyan hirtelen lesz valami kettőtök között, hiszen kapsz tőle egy üzenetet. Megnézzük a virágcsokrot. A virágcsokor újra megjelenik, tehát ennek van egy nagy jelentősége, és ez egy kellemes meglepetés, egy ajándék. Itt a madaraknál beszélgetésekről van szó, tehát közeledik egy jó hír. A virágcsokor jelenti a te kreatív tevékenységedet, utalhat munkára is, de jelenti a te szépségedet, a te jó ízlésedet, a nőiességedet, és itt van a beszélgetés, ez a hír. Tehát valaki dicsér téged, bókolgat neked. Itt megjelenik ez a csoport. Ez lehet egy baráti kör, egy találkozás. És mivel itt a horgony, itt van a közelben,
és a horgony jelenti a munkát, vagy a hivatást, ez lehet egy találkozás, így a munkahelyen belül, vagy itt, a baráti körben megjelenik ez a férfi, együtt fogtok dolgozni, vagy lehet a te munkatársad is. Az is előfordulhat, hogy itt színdarabról, egy kreatív tevékenységről van szó, és itt látható a mozgás, és kihat ennek a férfinak a hivatására, hiszen ő szervezi mindezt meg. És mit közölnek a madarak? Milyen hír várható még? Itt látható a kutya, és jelenti a hűséget, vagy a baráti kört. Itt ez a kislány átnyújtja ezt a négy levelű lóherét, ami szerencsét hoz. Tehát egy jó hír várható, szép beszélgetések, bizonyos dolgok lezáródnak, de a kutya jelenti a jövőt, a hűséget, a barátságokat. Itt ez a férfi mesél valamit, és itt láthatóak a csillagok, ahol ez a kislány feltekint az égbe. Tehát ez egy jó hír, egy szép előadás, és a ház jelenti ezt a családias kapcsolatot, vagy azt is jelentheti, hogy ez a rendezvény ott van a közelben, ott, ahol te élsz. A gyűrű, a kapcsolatok. Itt látható ez a medve, erős kapcsolatok várhatóak, és ez kihat az anyagiakra, hiszen a halak jelentik a pénzügyi dolgokat. Ez a medve szimbolizál gyakran egy személyt, akinek szava van. És mivel itt van a pénzkártyája, egy jó módú, egy gazdag ember, és vele vagy itt kapcsolatban. Ez a gyűrű lehet szerződés is, nagyon erős kihatással lesz rád, és a halak jelentik a nyereményeket. A halak nem csak pénzügyi dolgokat jelentenek, hanem a belső értékeket is. Itt megjelenik ez a személy, ez lehet a főnököd, lehet az apukád, lehet egy bíró is, tehát valaki, akinek szava van, és itt megvan ez az érték, ez a belső érték, hiszen ő értékel téged, fontos vagy számára, és a gyűrű jelenti azt, hogy keresi veled a kapcsolatot, vagy lesz egy előnyös szerződés, vagy amit a gyűrű még jelenthet, hogy ez a személy visszatér hozzád a múltból. És itt látható ez a park, ami utal a nyilvánosságra. Ez a kereszt jelentheti a hitedet, vagy sorsdöntő változásokat, amikor a sors utatok kereszteződik, vagy jelenthet döntéseket is, hiszen elérkeztek az élet utatokon ehhez a kereszteződéshez, és elgondolkoztok azon, hogyan tovább, milyen irányba. Valami még jelenleg átláthatatlan, jelenti a felhő, de a felhő utalhat az időre is, mégpedig fél évre, vagy a múltra, hogy valaki visszatér hozzád a múltból, amit te átéltél fél évvel ezelőtt. Itt a sors utatok újra kereszteződik, lesz egy találkozás, vagy jelenti a döntéseket, amit fél éven belül meg tudsz valósítani. Visszatérve még a medvére, hiszen ez jelentheti az apukádat is. Nekem most úgy az jutott eszembe, hogy előfordulhat az, hogy az apukád már nem él, és mégis ott van a közeledben, megvan ez a kapcsolat, hiszen a gyűrű utal a kapcsolatokra, és a halak jelentik az értékeket, mert értékes vagy számára.
és ott van ez az erő, hiszen segíteni akar neked. És a gyertya az nem az apukára utal, hanem az anyukára, hiszen a hold energiája van itt ennél a gyertya mágiánál, és a szimbolizálja az anyukát. Ennél a jóslásnál megjelenik az anyuka, az apuka, mindkettő ott van a közeledben, segít neked, sőt, itt lesz egy jó hír, lesznek változások, szerencse, tervek, amit fél éven belül megvalósíthatsz. Ez a gyertya mágia és a hold energiája jelenti a te elképzeléseidet, a te álmaidat is. Csukd be a szemedet, gondolkodj el ezen, mit szeretnél megvalósítani, vagy hogyan, mik a terveid, és én most elküldöm neked ezt az energiát, hogy szerencséd legyen, hogy ez az álom megvalósuljon. És én kívánok neked egy szép napot, nagyon sok szeretettel, Tender Rá!